Hamarosan kezdődik a FEM3-on a FEM3 Café Erdélyi Mónikával és Váci Gergővel, és megint nagyon érdekes témákról fognak majd beszélgetni. Ó, jolló puki voje, voi staradalla, vízaszt ütő, vízaszt, pojka üksi. Jó napot kívánok! Milyen volt az út Rovaniemiből? Hát hosszú út volt, de igazából én csak a Mikulás helytartója lennék, mert a Mikulás megkért, hogyha már úgyis nem tudja minden gyereknek azt elvinni, amit ők kívántak, én, mint gondolatolvasó, segítsek a gyerekek gondolataiba belelátni. Hát ez nagyszerű dolog, tudja mit? Jöjjön hétfő reggel, és akkor itt lesz Hiller István például, majd volt Szijjártó Péter, külügyminiszter. Nagyon-nagyon jó dolgokkal tudnának szórakoztatni. Így van. Hát, ha belelát a gondolataikba. Meghívnánk a miniszterelnököt, köztársasági elnököt, ellenzéki politikusokat, meg annyi dolgot tudnának. No, de kérdezni. Mit hozott a puttonyában? A puttonyomban, hát az a kérdés, hogy jók voltatok-e az év során, vagy rosszak? Én kifejezetten jó. Rossz? Én nagyon jó voltam. Én idén nagyon... Anett, jó mindenképpen volt? Jó, hát különben nem kapnék ajándékot. Igen, virgácsot még kaphatsz. Hát színe. Akkor itt a Mikulás csomag Mikulástól. Köszönöm szépen. Na jó, neked is van talán valami. Igen, értem, hogy Anett nevét kimondod, az enyémet azért nem. De... Igen. Ó, nagyon szépen köszönjük. Mi vár rád az elkövetkező napokban, illetve mivel készülnek? Na tényleg, találja már ki, hogy mivel készül Mónika, és egyébként a... Váci Gergő, igen. Gondoljatok rá, gondoljatok a témákra, és akkor elmondom. Jó, gondolunk a témákra, nagyon. Oké. Okay. Aha, Gangsta 50, ez nem tőled jött. Igen, oda. Nem kell ez nekem, tudom. Nekem is le van írva. A gyerekével, igen, látom. Oké, aztán Zóbkati divattervező Angliában járt, erre gondoltál éppen, gondolt tovább, oké. Jó, figyelj, hagyjuk ezt az egészet a fenébe, a FEM3-at meg mindenre. Ne, várj egy kicsit. Szombaton este lottóhúzás, mondj öt számot. Most azonnal, mondjál öt számot. Gyere el a Somra szombat este, és akkor elmondom. Sajnos nem tud menni, mert neki is sója lesz. Igen, felvidéki Naszvadon nagyon sokan várnak felvidéken. Úgyhogy nem tudott lenni. Aj, nem tudok ott lenni, de gyere el te, ha még beférsz. Na. Azt hittem, hogy a mi kívánságainkat fog a Mikulás kitalálni. Hát azt majd kitalálom a műsor után, kedves Anett. A Mikulás azért rá kell, hogy hangolódjon. Biztos már öreg, azért nem megy annyira gyorsan ez. Hát meg inkább a gyerekek kívánságait gondolnám kitalálni, mint inkább a felnőttekét, mert ugye ott sok mindenfajta kívánság lehet már egy felnőtt esetében. Egy gyerek esetében is rengeteg kívánság. Kisfiat kérte valamit Mikulásra. Lerajzolta, de csak egy részét tudtam értelmezni. Jó, és akkor? De az ilyenkor, várjál, ilyenkor olvasóhoz. Igen. Vagy Mikuláshoz. Van egy, azt kitalálja Mikulás? Amit a? Ami az autó. 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 Arra vágyik. Autóra? Kis autóra. De jó. Mi van? Igen? Kis autó. Igen, van egy kis autó. Akkor lehet, látod, lehet, hogy nézd, hát, ha van lesz. Neki. Lehet, hogy virgács lesz ebből. Nem, már Oliver olyan aranyos volt egész évben, nem? De hogyha megcsinálja a kis csizmáját, kiteszi az ablakba, ott lesz az autó, én érzem. Ki fogjuk tenni mindenféleképpen. Jól van akkor. Valami még a FEM3 Caféból kimaradt-e esetleg? Váci Gergőtől és Mónikától, nem? Farkasházi Réka énekel. Igen, és Dobrádi Ákos is azt itt mondtam, lesz. Mondtam, hogy főzni fog. Igen, kitaláltad azt, hogy a kamera mögül Mónika fogja kiabálni, és ez sikerült is, igen. Zár Gábor is itt lesz egyébként, ő is arról a témáról fog beszélni, amiről mi. És én is végig itt leszek, meglepem a kis gyerekeket. Mint Dobrádi Ákos, vagy az 50 éves Gangsta Zolit. Egyébként szerintem ő egész életében erre vágyott, hogy egy Mikulás meglepje élőadásban. Nagyon szépen köszönjük, Mikulás, hogy itt voltál. Köszönöm. Gondolom az elkövetkező nektek. Két napban sok meló lesz. Így van, tehát holnap lesz egy elég komoly show-m. Akkor nem Mikulásnak öltözök majd, hanem inkább gondolatolvasónak. Igen. Ilyen kék srácnak, nem? Igen, igen, valami olyasmi, kék ruhába. Uh-huh. És utána pedig, hát a december az meg elég sűrű. Azt talán minden céges rendezvényen ott leszek. Jó, van-e még olyan valami, ahol esetleg, hogy hol lehet megrendelni téged telefon? De ne, ki nem mond. Jó, nagyszerű volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen. Örülök, hogy találtad a reggelnek. Én, hát jók legyetek. 5-én éjszaka, pedig reméljük, hogy minden gyerekhez ellátogat. Mindenképpen és segít nem a Mikulásnak. Nem megy ez a sok céges rendezvény a gyerekek rovására. Nem fog, mert ma is egyébként megyek gyerekekhez már Mikulás show-t tartani. Mikulás show-t tartani, és kitalálod a gondolatokat. Így van,
beleteszem a fejükbe a gondolatokat. Hát ahogy kezdtük, úgy zárjuk. Jolló Pukki, Tulle, Bajész Teredállá, Vízász Tüttő, Vízász Pojká, Rovániemi. Mindenkinek boldog Mikulást. Mindenkinek boldog Mikulást.